Maga a téma is akkor keltette fel a figyelmemet, amikor 2013-ban történt az az eset, hogy voltak olyan tervek, hogy esetleg egy élményfürdő épülne a Népkert területén, és hogy ez mekkora indulatokat váltott ki a kanizsaiakból. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akármennyire is nem hasonlít már a 100 évvel ezelőtti önmagára, a kanizsaiak lelkében valahol még mindig él az a kép, és még mindig ragaszkodnak hozzá, és igazából ezt teszi értékessé, ezt az örökséget.